Köszöntöm Önöket itt a Fehérvár Televízióban, és nem véletlenül a Fehérvári Beszélgetések Extrában, hiszen hamarosan egy bő fél óra múlva egy érdekes színházi közvetítést láthatnak itt nálunk. Seregélyesen jártunk még a nyáron, ahol a Ludas Matyi került bemutatásra, ezt rögzítettük, közösen feldolgoztuk, és hát a alkotást megelőzően beszélgetünk egy kicsit itt a közreműködőkkel. Sok szeretettel köszöntöm Majoros Róbertet, Kalányos Tamást, valamint Tárnok Ákost. Szervusztok, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Nos, hát néhány hónapja már túl vagyunk ezen a bemutatón, amin seregélyesen ugye nagyon nagy sikere volt. Egy kicsit visszakanyarodnék a kezdetekhez. Hogy találtatok ti hárman egymásra, és kinek milyen feladata volt? Tamás. Egymás szavába lehet vágni nyugodtan. Egyébként nekem ez egy nagyon régi álmom volt, hogy én valamikor az Alba Regia táncegyüttessel dolgozhassam, körülbelül gyermekkori, tehát egy jó 10 éves álom valósult meg idén nyáron. És hát a K-Kid zenekar közreműködése pedig mondhatni, hogy adta magát, hisz Robi és Ákos is már nem egyszer, nem először dolgoznak együtt. Így tényleg egy olyan alkotói gárda jöhetett létre, gyűlt össze, akikkel hát élmény volt ez a nyár. Tehát egy szenzációs időszakon vagyunk túl. Januárban találkoztam egyébként először Ákossal, aztán Robival, utána elindultak így a hónapok során a meetingek, az alkotói munkák, egyeztettünk, beszélgettünk a darabról, a zenejét összeállítottuk, tánc részét összeállítottuk, és hát ugye ezt követte egy főpróba hét, ez már lent seregélyesen, ahol ezt így összetettük, és hát így indult el a közös munka. Seregélyes, ez mennyit tett hozzá, hogy mondjuk egy kisebb közösséggel ennyire szorosan együtt dolgozni? Nekem nagyon nagy élmény volt. Én emlékszem az első próbára, amikor lementünk, hogy teljesen ugye ismeretlen volt számunkra az ottani közösség, illetve az egész millió, de azt gondolom, hogy az első próba után kiderült, hogy ez egy nagyon jó közeg. Tehát nagyon segítőkész és nagyon támogató volt a falu is, a falu népe is, illetve maguk a színészektől, a statisztáktól át igazából egy nagyon jó és jó emberekből álló csapat jött össze, úgyhogy ez nagyon könnyű volt. Ákos, nektek milyen élmény volt? Hát mindenki olyan jókat mondott. Nekünk valami iszonyú volt, szóval, de ez nem igaz. Ez volt most, mint a Haydn és Döbb szimfóniában a dob, hogy mindenki felébe lett ezek. Tényleg, kicsit előbb találkoztunk mindjárt különben Tamással, mert akkor már egyeztettünk itt dolgokat, sőt lejött hozzánk, hogy milyen zenéket tudnánk elképzelni. Tehát ők összeállították már, hogy nagyjából, hogy hogyan néz ki a menet, hogyan legyen, hová megy a Matyi, ugye? Legelőször Indiába akart menni, vagy arra még nem menjünk rá. De rámehetünk. Tehát Indiába akart menni Matyi először, mert ugye azért ez egy kicsit kortárs mai feldolgozás, kicsit, de vannak benne a hagyományos dolgok, és akkor az Olaszország a hagyományos. Robi, amikor meghallotta Olaszországot, mondta, hogy hát ő hagy neki Olaszországra valamit italni. Nem akartál Olaszországba menni? Szeretjük az olaszországi konyhát is, meg a tengerpartot is. Szóval úgy gondoltam, hogy táncból talán a spanyol egy kicsit izgalmasabb lehet majd. Igen, és így jött aztán a spanyol, azon belül is, azt hiszem, Észak-Spanyolország, azt hiszem, Asztúria, vagy honnan, Asztúria volt, hogy nem tudom, de valamelyik ilyen kelt eredetű népcsoport. Így van, mert egyébként tényleg az előadás érdekessége, amit majd láthatnak nem sokára, kedves nézők, hogy tehát nem csak úgymond műdalok, műzenék vannak benne, hanem Ákosik itt hónapokig tartó gyűjtőmunkát folytattak meg, alkotói, beszerzői munkát, és az előadásban vannak olyan zenék, ahol sehol máshol nem hallható feldolgozásként, és ez például egy tök kuriózumnak számít, vagy hát egy nagyon jó, izgalmas, nem mindennapi Ludas Matyinak. Ugye, ahogy Ákos is említette, mind zenében, mind koreográfiájában is, ugye azért ez mert eltérni az autentikus folktól, de én azt gondolom, hogy ezt egészséges szinten vegyítettük. A pikantériája, a humora, az ami kortárs, de hát nyilván itt adózunk ugye azért a fazekas emlékévnek, tehát e tekintetben a formavilágára főként a klasszikus, hagyományos néptánc a jellemző, és népzene a jellemző, de mondom, hogy mertünk ettől eltérni.
Elég sokakat mozgattatok meg ott a próbaidőszakban is, meg magában a darabban is. Mennyire volt könnyű vagy nehéz így a munka rendezői szemmel? Én azt gondolom, hogy egy előadás életében, illetve egy előadás tekintve, hogyha minél több szekcióból áll, én azt gondolom, hogy azért az annál nehezebb. Úgyhogy nekem idén-nyáron főként inkább ezzel kellett szembesülnöm, illetve ezt kellett ügyesen megoldanunk, hogy itt több szekció vett részt. Tehát azért itt, mint említettük is, itt részt vettek profi táncosok, tehát az Alba Regia táncegyüttes, a Kálkit zenekar, tehát egy népzenekar, ugye statiszták, félprofi, profi színészek. Ez egy izgalmas kihívás. Ezért is ez volt az előadás műfaji megjelölése, hogy össznépi zenés játék. Hát tényleg itt szó szerint a falu apraja nagyja, meghívott vendégek, művészek vettek ebben részt. De azért mondhatjuk, azért voltak néha mély pontok is. Na. Szóval amikor azért hajad azért kicsit égnek állt néha is, és úgy érezted, hogy most itt ez nem fog összejönni ez a dolog. Vagy ezt csak mi éreztük, úgy? Na hát most a kedves nézők, igen, megtudták, hogy a coming out-olás következik, hölgyeim és uraim, hogy mennyire volt nehéz a produkció. Hát persze, hát ugye ezt korábban is mondtam, hogy minden egyes alkotói munka, de szerintem Robi, nálatok is így van. Tehát igenis vannak nehézségek, ez egy szülés, ez egy alkotói folyamat, ebben nagyon sok munka van, izzadás, összefeszülések, adrenalin áramolást, ez egy ilyen műfaj. És nem csak most áll égnek a hajam, hanem akkor is égnek el, de én alapjában nagyon élveztem ezt a produkciót. Igazából mindenki tudta a dolgát, tényleg képileg. Egyébként nagyon kevés idő állt rendelkezésünk így a nyáron, és konkrétan ezt az előadást szerintem én aktívan, ha összeszámolnám, 2 vagy 3 nap alatt pakoltuk be a térbe, ami nagyon jó. Nektek? Volt olyan, amikor égnek állt a hajatok? Hát rögtön az elején, az első találkozásunkon, amikor Tamást én megismertem, és így egy forgatókönyv alapján így nagyjából fölvázolta, hogy a tánc kapcsán milyen tételek fognak ránk várni. Annak örültem, hogy nem csak mint biodíszlet lesz a tánc együttesünk a műsorba. Ehhez képest tényleg elég sok feladatunk volt. Ami először ilyen kis kihívásnak tűnt az, hogy minden egyes tételhez mondott a Tamás valamit, hogy itt fazekakkal, itt létrákkal kell majd táncolni, tehát hogy ő azért volt neki nyilván már egy olyan elképzelése, amit így továbbadott nekem, és hát először én is csak néztem nagyokat, aztán biztos csuklott sokat a Tamás az elején, aztán utána szerintem én is csuklottam a táncosok által, amikor létrákkal kellett különböző spanyol táncokat táncolunk, de azt gondolom, hogy mindig kellenek ilyen mélypontok, hogy abból úgy ki lehessen jönni, és azt gondolom, hogy mindegyik eszköz olyan kihívás jelentett, amit szerintem meg tudtunk oldani, és valami jó sült ki belőle. Tehát én is ezt értem alatta, tehát itt most a mélypont alatt az, hogy most történt valami, ami mondjuk ott oldjuk meg, tehát azt tudjuk, hogy a főpróba után is, nyilván főpróba után is volt még olyan, ami az, hogy hát akkor ezt lehet, hogy így kéne inkább megcsinálni, és akkor gyorsan. De logikus, hát közben alakulnak ki ezek a dolgok. Számunkra a zenekarnak szerintem az volt, ez nagyon jó, hogy szerintem így egy ilyen színházi darabba először vettünk így részt, így együtt a zenekar. Tehát egyénenként már volt, hogy vettek részt, de együtt, ami nekünk még jó volt, hogy most ugye nekünk, mi nem vagyunk egy olyan zenekar, aki kimondottan egy néptánc együttes vagy egy csoportot kísér, voltak rá alkalmak, minden. Talán ez volt most a legtöbb, amikor így az Alba Regia alá húztuk a talpalávaló, és hát Robi nagyon keményen be is fasalta rajtunk ezeket a dolgokat. Igen. Most, hát persze, és de ez a zenekarnak az előnyére várt, mert hála Istennek nem engedett, és azt mondta, hogy itt a tempó ilyen, itt a vége ilyennek kell lenni, és így tovább. Szóval jó, ez szerintem előnyére várt a zenekarnak. Olyan szempontból jó volt, hogy nem nekem kellett mondani a zenekarnak, mert a zenekar elé odajött Rob, és azt mondta, hát ez így nem jó, gyerekek, itt nekre így kell, meg így, te meg bőgös izé, ott húzzad, szóval kész. Akkor te voltál a jó rendőr, a Robi a rossz rendőr? Hát nem. De aztán megértett ezt mindenki, hogy ez logikus, ez azért, hogy ez jó sikerül az egész dolog, meg hát logikus, ha nem olyan az a tempó, akkor szegények, hát most ott nem fogják tudni, hogy letáncolni azt az egészet, úgyhogy ez kell. De aztán végül összejött, úgy néz ki aztán a dolog.
És szeretettel fogadták? Hát abszolút szeretettel fogadták. Hát egy négy telt ház, tehát közel 2000 ember látta ezt a nyáron, ami Seregi első viszonyban óriásinak számít. Ugye ilyen volt a korábbi évi előadásunk is, a Pál utcai fiúk, és hát gondoltuk ugye, hogy ezt a hagyományt folytassuk. Idén nyáron ezért is esett a választásra ugye a Ludas Matyira, mint említettem, Fazekas Mihálynak 250. évfordulóját ünnepeljük, vagy hát üljük, emlékezünk. És hát ugye Fazekasnak ez az egy elbeszélő népi regélye van, azt azért tudni kell, mert hát ugye ő egy alapban orvos volt, pontosabban botanikus, és hát így jött a Ludas Matyi. Ő egy kulisszatitkot hagy áruljak el még, egyébként az előadásban mind az Ákos, mind a Robi is részt vesz aktívan. Tehát színpadon vannak konkrétan, sőt prózai szerepe is van zenekari vezetőnknek, úgyhogy ő Samu a zenész, Robi pedig a színpadon a táncosaival együtt táncol is. Ugye volt egy beugrás, ja, meg van kozenér is. És ön zenér is? Nem, tényleg dobolok. Hát az is teljesen más. A beugrás az meg, ha jól emlékszem, pont ez, amit felvettetek, és mindjárt levetítésre kerül, pont azt hiszem abban a műsorban kellett beugrani, mert a egyik táncosunknak színházi elfoglaltságai miatt ezt nyilván meg kellett oldani. De ez nekem így nagy élmény volt. Mondjuk előtte egy kicsit izgultam, mert nyilván én voltam a legkevésbé képbe a koreográfiákkal, mert az teljesen más kívülről nézni, megdirigálni, mint belülről valamit megoldani, de legalább elmondhatom, hogy én is ott pörgettem a létrát, meg ilyen-olyan dolgokat csináltam. Így röviden összefoglalva ezt a felvetést, ugye, hogy most mennyire volt az égnek, a hai égnek állító történet, egyébként alapjában véve itt nem voltak konfliktusok. Szerintem itt egy nagyon jó összmunka volt tényleg. Minden egyes alkotó folyamatban, ahogy mondtam, ugye vannak nehézségek, de ezt olyan ügyesen átidaltuk, hogy szerintem példaértékű. És ez főleg azon múlott, én azt gondolom, egyrészt az összefogás ereje, a lokálpatriotizmus, másrészt az emberek iránti nyitottság. És én mindig is ügyelek arra, amikor alkotótársakat kérek föl, hogy dolgozhassunk együtt, hogy ki mennyire nyitott. És én emlékeztem, amikor Ákosék próbatermében is voltam, meg amikor Robék bázisán voltam legelőször, én ezt éreztem, hogy roppant nyitottak voltak, befogadóak, elfogadóak, félszavakból értettük egymást, értették, hogy mit akarunk, és így tudott létrejönni ez a produkció. Miért éppen Seregélyes? Seregélyes? Hú, hát egyrészt oda vetett engem a sors már vagy 2 éve. Korábban azt sem tudtam, hogy hol van Seregélyes. Eredetileg én móri születésű vagyok, itt van Fehérvártól nem messze, ezáltal ismerem Fehérvárt is. Aztán rájöttem, hogy a térképen van egy ilyen nevezetű, most már kisváros, hogy pontosabban nagyközség, de kisváros fog lenni, ha minden jól megy, tehát, hogy Seregélyes. És akkor ott összeismerkedtünk, és nem is szeretném kihagyni a sorból ugye a főházigazdáját ennek a produkciónak, a Seregélyesi iskola igazgatóját, illetve ennek az előadásnak a producerét, Sajtos József urat, aki már 2 éve menedzseli ezt a történetet. És akkor így végül is megvetett a lábad Seregélyesen. Úgy néz ki. Ha már 2 év, akkor ez azt is feltételezi, hogy akár folytatás is lehet? Benne van az ételben, benne van a levegőben. Én azt gondolom, hogy, és ez most nem is feltétlenül a személyemben van a hangsúly, én azt gondolom, hogy Seregélyesen elindult egy olyan jellegű kezdeményezés, amire szomjaznak az ott lakók és a környéken lakók is egyaránt. Sőt, most már az oda látogató vendégnézők is igénylik, hogy mi lesz, és lesz ez a Seregélyesi szabadtéri nyári előadás. Én bízom benne, hogy lesz. Én ahogy ismerem a helyieket, meg igazgatórat is, szerintem azon vannak, hogy legyen. És itt akár tőlem függetlenül vagy velem együtt, ez ki tudja, ez mindig darabfüggő. Most már annyi mindent beszéltünk, meg annyi sok szó esett a darabról. Van kedvenc részetek, vagy ki tudnátok emelni kedvenc személyes élményt? Hát én nyilván a táncos részekben is van olyan, ami így különlegesebb volt, és az egy kihívás volt nekünk. Az előbb említett létrás spanyol tánc, az én azt gondolom, hogy ez egy ilyen maradandó élményt hagyott mindenkibe, a táncosokba is. Én igazából így mindig eszembe jutnak olyan kis apró részletek, mint amit például talán a főpróbán még nem is vettünk észre, én már nem volt benne, de az előadáson már egy szöveges része a második felvonása, ahogy indul,
ugye? Ahogy a káplár egy ő általuk írt szöveget felolvas. Na hát az nekünk azért volt ott nagyon nagy élmény, mert szinte ott hallottuk először az előadás közben. És az így megragadt. Nagyon sok olyan jó kis pillanata van annak az előadásnak, ami biztos, hogy nem hiába nevetett a közönség. Tehát tényleg éreztük azt, hogy tetszett nekik, tapsoltak. Tehát, meg maga az a színpadi elhelyezés, nem tudom majd a filmen ezt mennyire lehet látni, hogy nagyon közel vannak az emberek hozzánk, és egy szinten vagyunk, tehát nem vagyunk kiemelve, mint egy klasszikus értelembe vett színpadon. Nekem ez is egy jó élmény volt ebbe az előadásban. Tényleg az összefogás ott az emberek, hogy az, hogy azért voltam, amikor sütiket hoztak nekünk, ugye? Süti. Tehát ugye azért... Hát vezettem, nem. Meg hát iskolában nem iszunk. Jó, ugye nem. Ugye, na, de volt iskola a területe, süti volt. De pálinkás süti. Na, szóval lényeg az, hogy igen, ez nekünk nagyon tetszett, ezek az improvizálások. Az nagyon jó volt benne, és itt megjelent, hát aki a Döbrögit játsza, Géza, ő nagyon, hát nagyon elemében volt. Egyre jobban aztán improvizálások jöttek. Ehhez aztán természetesen az ispán, a Resetán Dániel. Dániel, a Dani, igen, a Dani. Ő meg nagyon jól mellette volt. Hát például ugye ebben az időben ment a éppen labdarúgó mérkőzés. Ugye az EB, ugye? EB volt, igen? Igen, és akkor a belgákkal ment, és közben hát jöttek a hírek, hogy nem jól áll a szénája a magyar válogatottnak, és például volt egyik jelenetben az, hogy az egyik táncos az kalodában van. Keze lába ott benne, ráírva, hogy Döbrögi, tehát minden, és akkor te meg mit csinálsz? Te meg ne nevess, így odaszól a kalodásnak, és akkor a nézők felé, ez is a belgáknak szurkolt. Tehát ilyen, akkor a másik, ami nagyon tetszett, ugye, hogy a Döbrögi, ő egy nagyon okos embernek akar látszani, mert ilyen hatalom van, és akkor még annak is, és akkor ugye jön a Matyi, aki azt mondja, hogy espanyoli, ugye, és akkor mit jelent az ispán espanyoli, akkor az azt jelenti, igen, az ispán az megint egy nagyon okos ember, hogy az úr az angliánus, és erre ő, kiléptek az unióból. Tehát ez úgy van, nem? Ez úgy van, igen, tehát ilyen nációbeli kis szópoénok vannak, de egyiket nem politizálunk, tehát félreértés ne essék. Hát ez nem, ez csak egy olyan bedobás. Persze. Az emberek nagyon értékelték ezt, én szerintem nagyon tetszett ez nagyon neki. Nagyon jók volt a színészi felhozattal, és ugye itt kell megemlíteni főszereplőnket, Szegedi Tomás Andrást, aki Ludas Matyit játszotta. Ő egy gyönyörű cigánsrác, de iszonyú tehetséges. Tehát egyébként szinkronizál, most a filmekben játszik, és neki is egy nagy öröm volt, amikor beszélgettünk vele. Egyrészt ő korábban már játszott a Ludas Matyit valahol, azt hiszem, Hajdú-Bihar megyében, vagy Miskolc környékén, és neki is nagy öröm volt az időszak, amikor így Fehérvárra, lejárt Robékhoz, táncpróbára, illetve hogy Fehér megyében is megismerkedhetett a helyekkel. Úgyhogy tényleg, tehát mondom, az előadás ereje főként ebben van, és ez nem öncélúság, tehát félreértés ne essék, nem arról volt szó, hogy itt most önmagunkat szórakoztatjuk, hanem abban van az előadás ereje, hogy nagyon jó a stáb. Ez egyébként mindig én azt gondolom, hogy előadás sikerének az 50%-a. Ha jó a csapat, jó a stáb, akkor lehet már jó dolgokra reményt láttatni. És hát bízom benne, hogy maga a mű is tetszeni fog a kedves nézőknek, amit Kocsis Rita írótársnőmmel együtt írtunk, ugyanis egy átdolgozást láthatnak majd nem sokára a kedves nézők. Azért annyi szakmai titkot hagy áruljak el, tehát ugye egy élő előadásról van szó, tehát egy színházi közvetítésről, amiben előfordulhatnak hanghibák, mert Döbrögin például annyira izzadott, hogy a mikroportja beizzadt egy kicsit, és ezáltal így hangilag vannak kellemetlenségek, de ezt nagyon gyorsan megoldotta ott a stáb is, úgyhogy, hogyha ilyet hall a kedves néző, ez nem véletlen. Szegedi Tomiról még azért az most így eszembe jutott, hogy tényleg lejárt hozzánk próbálni, mivel volt egy pár olyan táncos betét, amiben ő is, mint főszereplő, hát meg kellett mozdulnia, úgyhogy én amire így még büszke vagyok vele kapcsolatban, hogy
a fent hangsúlyt, mint szakmai kifejezést, ő azt hiszem egy életre megtanulta, mert hát nyilván nem néptáncos berkekből való, a Tamás egy nagyon tehetséges színész tényleg, viszont nagyon nyitott volt arra, hogy igenis azt a pár dolgot, amit táncba neki meg kell valósítani, azt megpróbálta tényleg maximálisan, úgyhogy ez is egy jó kis élmény volt vele. Igen, ez nagyon jó. A másik, ami nekem az Tamásra eszembe jutott, hogy gyerekként emlékszem, néztem a diafilmet, mindig a Ludas Matyi diafilmet, és nem tudom ki rajzolt, de nagyon jó rajzok vannak benne. Hát a Tamás az teljesen olyan, mintha lelépett volna a diafilmről, szóval teljesen úgy néz ki. Szóval én azt mondom, hogy egy klasszikus Ludas Matyi. Ugye a diafilmben szerintem az, filmben meg a Sós Imre, ugye? Ami egy ilyen, hát ja, még van a Dargai féle Ludas Matyi. De hát az végülis ő is hasonlított a Tamásra. Vagy a Tamás hasonlít rá, szóval nem tudom. De ez véletlenül jött. Uh-huh. Tehát etéren ez a válogatás része nem szándékos volt. Tényleg én is nézegettem utólag ugye a nagyon híres animációt, és láttam, hogy basszus, ez tényleg úgy néz ki, mint a Tamás. Annyit azért még maga a műről hagy mondjak el, akár így rövid összefoglaló jelleggel, hogy miért is fontos ez, ugye, hogy a Tamás, illetve a Ludas Matyi életútját hogyan követhetjük nyomon. Ugye van, adott egy sieder, aki elindul egy vándorútra, aki az igazságérzetében csorbul, megverik. Ugye háromszor ezt vissza akarja torolni, de csak majdnem verjük meg háromszor a fazekas műben, és egyébként csak egy majdnem verés van, tehát harmadjára nem történik meg. Ugyanis, és itt jön az előadásnak szerintem az izgalma, tehát az egyik kulcs dramaturgiai pontja, engem az érdekelt főként a történetben, hogy jut el az ember a sértettségből a megbocsátásra. Tehát engem ez a lelki vonulata izgatott főként. Meg hát maga a vándorút. Mert ugye Fazekas művében is nagyon röviden olvashatjuk, hogy itt járt, ott járt, amott járt, és ilyen is olyan mesterségeket tanult. De olyan részletesen, és annak az izgalma esetleges érdekesebb betülete nincs megmutatva. Mi erre törekedtünk, hogy meg legyen mutatva. De hát, mint ahogy említették a fiúk is, hogy Matyi nem feltétlenül azokban a helyeken jár, amit a néző ismer már. Akkor egy ismeretlen Ludas Matyit ismerhetnek meg hamarosan, talán ezt is mondhatjuk? Így van, abszolút, de bízunk benne, hogy aki a régi Ludas Matyit ismeri, sem fog csalódni, illetve aki netán még nem ismeri, az is ezáltal majd jobban megismerheti Fazekas művét. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és én azt gondolom, hogy egy jó kis ízelítőt csináltunk a hamarosan kezdődő színházi közvetítéshez. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket. Nőkfehérvári Beszélgetések Extra című műsorunkat láttak, és hát akkor következzen a Várva Várt előadás.